Köszöntöm nézőinket, Önök a Kultúrszobát látják. Első alkalommal rendezték meg Tolna megyében az Új Látás művésztelepet Kölesden. Az augusztus 1-től 7-ig tartó táborban 8 Tolna megyei művész alkotott együtt. A művésztelep vezetője azt mondta, hogy fontosnak tartják azokat a művészeket, akik kötődnek a megyéhez. Tacból sem fogtam föl soha értelmét az anyai szónak, ára lettem s mostoha, és kiröhögtem az oktatómat. Megzenésített versekkel nyílt meg az Új Látás művésztelep kiállítása a Kölesdi Kisvármegyeháza udvarán. Idén először rendezték meg ezt a művészeti tábort, amin Tolna megyei kötődésű alkotók vehettek részt. Azt mondják a művészekről általában, hogy kevés munkával érnek el nagy sikereket, ám a tábor vezetője stábunknak elárulta, hogy az augusztus 1-e és 7-e között megrendezett művésztelepen rengeteg munkát fektettek alkotásaikba. Az Új Látás művésztelep idén először kerül megrendezésre, bár itt Kölesden nagy hagyománya van a művésztelepeknek, de most 2019-ben a profi művésztelep része egy ilyen reneszánszát éli, és professzionális művészeket hívtunk meg. 8 alkotó vett részt a művésztelepen, 7 festő és 1 szobrász. Volt Vármegyeháza udvarán rendeztük be a kiállítást, tekintve a jó időre, illetve arra, hogy mégis minket is ez a tér inspirált, tehát hogy itt alkottunk egy hétig, és így kontextusba kerülhet a helyszín az adott művekkel. És nagyon fontosnak tartjuk ezt, hogy végül is itt helyi alkotók vesznek részt, olyan szinte helyiek, hogy elszármazottak. Tehát mindenkinek van valami Tolna megyei gyökere, és őket szeretnénk így összefogni, egyáltalán azt, hogy a helyi közösségekhez újra valami közel legyen a művészetnek, ilyen jellegű céljaink vannak. Könyvkata azonban nem csak úgy vett részt a művésztelepen, mint vezető, ő maga is ecsetet ragadott a kezébe, és festett képeket, amiket ki is állított. Azt mondja, a környezet nagyon jó hatással volt a résztvevőkre, rengeteg olyan mű született, amelyekben fellelhetők a kölesdi környezet hatásai. Én is alkottam, bár meg kell valljam, nem egyszerű egyszerre szervezni mindenkinek a különböző kéréseit teljesítve, még a saját művészettel is foglalkozni, de hát ez itt természetes, hiszen a művészek itt az adott helyszínen inspirálódtak, és ezért itt támadnak ötleteik, és ennek kell megteremteni a szükségleteit, tehát hogy most kinek milyen eszköz, anyag igénye van, azt itt próbáljuk előteremteni. És igen, alkottam, engem az itteni inspirációk közül egyrészt ez a tipikus műemlék sárga, ami van, a háznak is a színe inspirált, illetve itt a Padlás Múzeumban volt egy ilyen régi népi tárgy, egy szita. És hogy ennek a szitának a jelentőség. Egyrészt van ez a mondás, hogy valaki átlát a szitán, de én ezt így próbáltam átfordítani, miszerint olyan jelenségvilágban élünk napjainkban, hogy főleg a virtualitás területén is, hogy nem tudhatjuk pontosan mi az igazság, mi a fikció, és hogy ez a fajta réteg, ez a festészeten belül is így jelen van, hiszen két dimenzióba úgymond hazudunk három dimenziót, és ezzel játszottam, ezzel a gondolattal, hogy ezt, hogy átlátni a szitán, illetve az, hogy a festészet is sík dimenzió, de több rétegű. Úgyhogy én ezzel foglalkoztam. Az idei tábor sikerét az is mutatja, hogy a résztvevők egyöntetően beleegyeztek, hogy jövőre is megrendezzék ezt a tábort. Jövőre is tervezünk Új Látás 2, tehát Új Látás professzionális képzőművészeknek szóló művésztelepet, illetve a programhoz csatlakozik egy hónap műtárgya sorozat, ami nagyon érdekes. A helyi településeken rendezzük meg a művelődési házakban a kölesdi képtár anyagából, amit egy komoly gyűjtemény jött létre ugye sok-sok éven át, annak az anyagát, hogy újra mozgósítsuk, használjuk, ezért egy-egy képzőművészt kérünk föl, illetve művészetelméleti embert, művészettörténészt, hogy válaszol egy művet, és azzal kapcsolatban egy szubjektív, azaz kötetlen előadást interpretáljon nagyon elő így a helyi közösségnek. Ez is azt szolgálja, hogy újra kicsit elevenebbé tegyük a gyűjteményt, illetve hogy az embereknek, akik itt laknak, a helyi lakosoknak fogalmuk legyen a saját értékeikről, hiszen itt nagyon sok érték van Tolna megyében, és ezeket így, ha nem gondozzuk, akkor mire fölvárjuk el, hogy értékeljék mások. Szóval nekünk erre feladatunk van, és erre ment ez a művésztelep is, erre futott ki. A művésztelepen azok az alkotók vehettek részt, akik a Vízpart Közalapítvány által létrehozott Szabó Dezső kulturális ösztöndíjat elnyerték, mondta az alapítvány alelnöke Rül Gizella. A Vízpart Közalapítvány 9 éve hirdeti meg a Szabó Dezső művészeti ösztöndíjat Tolna megyéhez kötődő fiatal képzőművészek számára.
Ez tulajdonképpen ebben a megye által szervezett programban egy szűrőként szerepel. Tehát itt a 9 év alatt a pályázatok alapján megismertük, hogy kik vannak, akik egyrészt tartják fontosnak tartják a gyökereiket, tehát azt, hogy Tolna megyéből indultak el, másrészt viszont az ő munkásságukról kaphatott így a közalapítvány, illetve a pályázatot elbíráló zsűri egy képet az ő tehetségükről, munkásságukról. Az új látásművész telep a terület és településfejlesztési operatív program keretében valósulhatott meg a helyi identitás és kohézió erősítése pályázat részeként. A Tolna megyei önkormányzat aljegyzője azt mondta, a tábor célja az volt, hogy közelebb hozza egymáshoz a művészeket. A Tolna megyei önkormányzat úgynevezett TOP 531-es projektje keretében, annak egy rendezvénye keretében vagyunk most itt. Ez a pályázat, ez 2021 tavaszáig 3 éven keresztül fut, és 8 település részvételével, közösségfejlesztési, irodalmi, képzőművészeti, zenei és értéktári vonalon valósítjuk meg a programjainkat. A művésztelepen azok a Tolna megyei alkotók vettek részt, akik ugyan Tolna megyeiek, de az élet már távolsodorta őket a környéktől. A tábor célja így az volt, hogy a művészek újra beleszeressenek a megyébe, és az elkövetkezendő időkben többet járjanak haza alkotni. Augusztus első vasárnapja már régebb óta a székelység ünnepe az ilyen felmenőkkel rendelkező kistelepülésen, Kétyen. Az esemény fényét növeli a Bonyhádi Székely Világtalálkozóról minden évben ide látogató, külföldről érkező csoport bemutatkozása. Idén a Maros vidékéről érkező Hajdina Kulturális Egyesület egyik utánpótlás tánccsoportja látogatott el Kétyre, de fellépett a Kismányokról érkező 5 székely táncos elnevezésű formáció is. A Bonyhádi Nemzetközi Székely Találkozó 3. napjának programja a szomszédolás nem létezhet Kétyi látogatás nélkül. Főleg azért, mert a kistelepülés komoly székely gyökerekkel bír, és működtet már régebb óta egy ezen kultúra jegyében született énekkar. Augusztus első vasárnapja egyébként is már régebb óta a bukovinai székelyek ünnepnapja Kétyen, ahol a kutatók az elmúlt évtizedekben sok értékes kultúrtörténeti anyagra, dokumentumra leltek. Mindig megújul az Egyesület, és a régi hagyományokhoz még hozzá raknak másmilyen csokrokat is, és akkor így alakul ki végül is ez a szép repertoár, amivel ők kedveskednek majd nekünk. Az idén az erdélyi marosmenti és az ottani térség mennyiségben és minőségben meghatározó egyik táncegyüttese, a Marosrudasi látogatott el a településre, mégpedig a 10-14 évesekből álló táncosaival. Az elmúlt években megfordultak már ők Sombereken, Cikón, Hidason, Kakasdon és Tevelen is. Éppen 20 évesek a hajdinaiak, 2 éve tagjai a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének. Korosztályonként 3,5 évtől 6 évesek ezek a hadicskások. Itten van 13 gyerek, 14, attól függ, hogy mennyire abilag. A tatárkában ottan szintén így van a következő, az a 6-10 évesek, a 10-14 évesek ők a pohánkások, velük vagyunk itt. Ők már 20-an vannak, 21-en, és akkor van a hajdina, ezek mind a hajdinak hajtásai, ők meg 15-ön vannak. Tehát ha veszük a generációkat, akkor több század számlál ez a 20 év. A Maros folyóhoz köthető települések néprajzi gazdagságát igyekeznek megjeleníteni a marosrudasiak, énekeikben, táncaikban egyaránt. A Marosnak sok mellékfolyó van, így a Nyárád, és pontosan a nyáradmenti táncunk volt, amit ma 2 évvel ezelőtt bemutattunk. Ropogott, csattogott, mert a nyáradmenti bácsi ilyen, és hát ilyennek is kell lenni a táncnak is. Ugyanúgy szintén a Maros mellék folyó a kis kükülő, nagy kükülő, az már egybe folyik. Kell tudni azt, hogy
néprajzilag a Maros Rudastól le, amíg a Kükül beömlik a Marosba, az Kutasföld. Hát mi a Kutasföld egyik legnevesebb táncát hozzuk ezúttal, a magyar lapádi táncokat, ezt meg két részben, mert ugye, ha viszonyunk időben egy kicsit, kell tudni azt, hogy kiválképpen farsangidő hozza azt igazából vissza, hogy milyen is volt egy lóvásár, hát egy ilyent is látni fogunk, és már említettük a Marost, akkor hát akkor menjünk feljebb egy kicsit a Isten széke, ugye ki ne csodálná meg déván felül Isten székét, Isten széke mellől pontosan magyaróról hozunk magyarói táncokat. A magas színvonalú marosrudasi produkcióra hasonló volt a hazai reagálás. Érkezett ugyanis a színpadra Kosnás Árpád összeállította Kismányoki öt székely táncos, megyeszerte hódító produkciója. Öt táncos, öt különböző generáció képviseletében. Három kisrác már aktív tagja az apró népek elnevezésű szintén Kismányoki formációnak. Tűnik, a marosrudasiak és a kékiek, hála a szomszédolás programjának, találtak múltbéli közös nevezőt. Kékien vannak Andrássy telepről, Marosrudasról, kétre átjött úgymond rokonok is, tehát remélem itt vannak a nézőtéren. Marosrudas évek ezelőtt még ismeretlen volt az anyaországi székhelyek előtt, ma már széleskörű, oda-vissza alapon működő, sokszereplős kapcsolatról beszélhetünk, amit a bonyhádi nemzetközi találkozó a maga eszközeivel biztosan jelentősen is elősegíthetett. A csapvizet népszerűsítő kampányt indít a szekszárdi önkormányzat a helyi ivóvízszolgáltatást ellátó Erőv Zrt-vel közösen. Azok, akik regisztrálnak a programba és vállalják, hogy palackozott víz helyett csapvizet isznak, üvegkancsót és fémkulacsot kapnak. A szekszárdi ivóvíz egyébként az ország legegészségesebbjei közé tartozik, köszönhetően a 2015-ben átadott Dunai vízbázisnak. Minden szekszárdi családnak is igazolni kell, hogy szekszárdiak szeretnénk adni egy kancsót, illetve egy kulacsot. A csapvíz tárolására alkalmas üvegkancsót és fémkulacsot kap minden szekszárdi család, amelyik regisztrál a város kezdeményezésére. Az önkormányzat így támogatja azt, hogy minél többen igyanak csapvizet, ahelyett, hogy palackozott vizet vennének. 100 tonna petpalack hulladék keletkezik itt Szekszárdon minden évben. Úgy gondoltuk, hogy csökkenteni kellene a keletkezett hulladék mennyiségét, az egyik fő üzenet. Magyarul kevesebb palackos ásvány vizet szeretnénk, hogyha vásárolnának a szekszárdiak, hiszen itt van az új vízbázis, kiváló minőségű a szekszárdi víz. És az ára is sokkal kedvezőbb, mint a palackozott vízé. Míg egy liter csapvíz nagyjából 60 fillérbe kerül, addig az ásványvizek literje közel 60 forint körül mozog. Századarányiba kerül, mint egy liter ásványvíz. És azt szeretnénk, hogyha minél többen a szekszárdi csapvizet fogyasztanák, ezzel egyrészt éves szinten mintegy 25 ezer forintot tudnák a családok zsebében hagyni, hiszen ennyivel olcsóbb a csapvíz, mint maga az ásványvíz. Ennyivel a 100 tonna keletkező petpalack hulladékot szeretnénk csökkenteni, ez pedig környezetvédelmi szempontból, a Gemenci erdő, a szőlők szempontjából azt gondolom nagyon-nagyon fontos, és hát azt sem elnyagolta, hogy sokkal egészségesebb, nem csak olcsóbb, hanem sokkal egészségesebb a csapvíz, mint maga az ásványvíz. Magyarország az Európai Unió második legnagyobb ásványvízfogyasztó állama, Németország után a lakosság számhoz arányítva. A palackozott vizek az elmúlt 15-20 évben terjedtek el ilyen mértékben idehaza. A fogyasztás évről évre rekordokat dönt. Míg 1990-ben 4 liter ivott évente átlagosan egy magyar, addig tavaly ez a szám már 126 literre nőtt.
Szekszárdon a most elindított akciót alapos előkészítő munka előzte meg, a város vezetői kérdőiben kérdezték meg a helyiek egy csoportját a vízfogyasztási szokásaikról. Arra voltunk kíváncsiak, hogyha elindítanak egy ilyen akciót, akkor partnerek lennének benne a városlakók. 80% fölötti volt azoknak az aránya, akik úgy nyilatkoztak, hogyha a megfelelő minőségű, ez pedig ugye megvan, a megfelelő minőség, mint olyan, a szexuális csapvíz, akkor áttérnének szívesen a PET palackról magára a csapvízre. Illetve volt még egy érdekes kérdés, hogy kíváncsiak-e arra, hogy honnan kapjuk és hogy ezt a bizonyos csapvizet. Ez pedig azt jelenti, hogy a Bogyiszlón lévő előtisztítónak a meglátogatására kétharmadnyi, a szexuális kétharmadnyi kíváncsiak lennének, úgyhogy 66% azt mondta, hogy nagyon szívesen megnézni a helyszínen ezt a műtárgyat. 2014-ben tették le Bogyiszlón az új szexuális ivóvízbázis alapkövét. Ez az ország egyetlen olyan hasonló létesítménye, aminek minden eleme már a tervezéstől kezdve a ma használt legkorszerűbb technológia felhasználásával épült. A csapvizet népszerűsítő kampány részeként ide ingyenes buszjáratokat szerveznek majd, hogy megmutassák az innen származó csapvíz nem csak tiszta, hanem egészséges is. Alkotó elemeibe tartalmaz kalciumot, magnéziumot, fluoridot, nem tartalmaz vasat, mangánt, ami az elmúlt 10 évvel ezelőtti időszakban jellemző volt, és nagyon jó a hőmérséklete, rendszeresen ellenőrzött a csapvíz, mind a saját laboratóriumunk által, mind a hatóság által. Igazából az elmúlt 4-5 évben semmilyen kifogás nem volt a hatóság részéről se a vízünkkel kapcsolatosan. Amióta a Dunapartri új vízbázisról jön az ivóvíz szexárd, a korszerű technológiával kezeljük, vegyszermentes, tehát úgy gondoljuk, hogy minden lakos számára fogyasztható és nagyon jó minőségű. Szekszárdon nem állnak meg azzal, hogy a város és a helyi ivóvízszolgáltató népszerűsítse a csapvizet. A cél az, hogy a helyi vendéglátósokat is bevonják a programba. Ha valaki magával viszi ezeket az erényeket, elképzelhető, hogy elfogy belőle a víz, abban szeretnénk partnerséget kérni, vagy együttműködést kérni, hogyha valaki bemegy egy étterembe, vagy bemegy egy közintézménybe, akkor meg tudja tölteni ezt a kulacsot természetesen. Itt az önkormányzatnál, vagy éppen a közkutakon ezek az erények feltölthetők lesznek térítésmentesen. Amennyiben ennek költsége van, és valahol ez jelentkezik, de hát 60 fillérbe kerül 1 liter víz egyébként, akkor az természetesen az önkormányzat átvállalja, úgyhogy senki nem fog kárt szenvedni ebből. A szekszárdi önkormányzat csapvizet népszerűsítő kampányára augusztus 21-e és szeptember 11-e között az Erős ZRT szekszárdi ügyfélszolgálati irodájában szekszárdi lakcímkártya felmutatásával lehet regisztrálni. A kancsók és a kulacsok pedig ugyanitt lesznek átvehetőek szeptember 16-ától. 14. alkalommal állítottak ki Szakó Balázs természetfotósa képeit, ezúttal Szekszárdon a belvárosban tekinthetik meg alkotásait az érdeklődők. A természetfotós azt mondja, sokat köszönhet szakmájának, hiszen így járta be a világot. Erre a kiállításra kevesebb képet hozott, azonban a fotós igyekezett kiválogatni művei közül a legjobbakat a szekszárdi közönség számára. A természetfotózásnak sok szépsége van, vallják azok, akik ebben a műfajban jártasak. Rengeteg naplementés vagy napfelkeltés képet örökíthetnek meg, vagy akár egy-egy komolyabb viharból is születhetnek olyan felvételek, ahol villámokat fényképeznek le a mezőn, vagy a települések felett a fotósok. Szakó Balázs is azon alkotók közé tartozik, akik a természetet járják, kutatva az értékes pillanatokat és jobbnál jobb történéseket, amikről beszámolhatnak. Stábunk Balázs 14. kiállításán jár, ahol megtudtuk tőle, mióta foglalkozik természetfotózással, és hogy milyen képeket hozott el a kiállításra. 2013-ban kezdtem fotózni, akkor még Pakson dolgoztam az atomerőműben, és első körben az éjszakai kékórás fotók fogtak meg, ebbe kezdtem bele, aztán jöttek a tájképek, és akkor tényleg ez lett a fő irányvonal. 2016-ban jutottam el Izlandra, akkor hagytam ott az erőművet, és azóta szabadúszó fotós vagyok, és hát ott szerettem vele igazán a tájfotózásba. Mindig jönnek új dolgok, új kihívások, most például az, hogy
itt kevesebb képem szerepel, tehát az eddigi nagy kiállításokon ilyen 30-40 fotót szoktam kiállítani, ezek mind plastiklapon kerültek kiállításra, és ide szerettem volna valami különlegeset. Ha már kevesebb fotó, akkor tényleg így a legjobb képeket válogatom ki, és különböző anyagokra. Úgyhogy itt most szerepel fa, fém, szálcsiszolt fém, plastiklap, vászon és üveg nyomat is, meg van egy LED háttérvilágítású lap is. A természetfotós általában több képet szokott kiállítani, ám erre pályájának csak egy bizonyos szeletét vitte el. Itt most a 2016-ig bezárólag készült képek, tehát már vannak Izlandon készült tájfotók is, a Tolnai Duna, Bogyiszló, akkor szekszárdi, balatoni kép is. Egy fotós életében nem könnyű állandóan inspirációt szerezni, hogy tovább folytassa munkáját. Czakó Balázs azonban könnyen szerez ihletet ahhoz, hogy újabb és újabb fotókat készítsen. Elsősorban külföldi tájfotósok képei azok. Amikor elkezdtem, akkor így mondhatjuk, hogy saját magamat képeztem külföldi fotósok leírásai képei alapján, külföldi videókból. És hát most volt egy kicsit egy olyan időszak az életemben, amikor nem jutott annyi idő a tájfotózásra és a fejlődésre, ezt szeretném most végre bepótolni és nekiesni. A természetfotózás Czakó Balázs szerint nem könnyű dolog, de rengeteg olyan történést lehet megélni az idegen országokban, amit érdemes megörökíteni és megmutatni a nagy közönségnek. Ilyen volt egy izlandi út is, ahol természeti jelenségeket fotózott. Az, amikor kint állsz mondjuk egyedül egy viharban, vagy ott állsz Izlandon a Diamond Beach-en, és az egyik pillanatban még süt a nap, a másikban pedig már esik a hó, vagy az eső, fúj a szél, és melletted ott vannak ezek a jégdarabok a vízben. Úgyhogy ide nagyon szeretnék visszajutni. Egy fotósnál mindig nehéz eset, ha ki kell választania a kedvenc képét az adott kiállításról. Balázsnak azonban van egy olyan képe, amit a legjobban szeret, azért is, mert sok munka volt az elkészítésével. Talán a legfontosabb és legjelentősebb az, ami itt van mögöttem, ez a tükröm. Itt kezdtem el azon gondolkodni, hogy szeretném nyomtatásban is látni a képeket, hogy szeretném mindenképpen megpróbálni, hogy ez hogy mutat egy falon, és ennél a képnél jött az ötlet, hogy szeretnék ruhára is nyomni képeket, és aztán ebből lett végül is 2017-ben a Budapest Fashion Week, ahol Juhász Szilvia ruhatervező az én képeim által ihletett ruháival tartottunk bemutatót, aztán követte ezt 2018-ban is a Budapest Fashion Week, és azon mi már nem is tudtunk ott lenni, mert az előzőről kaptunk egy meghívást New Yorkba, és hát végül is a tájképeimnek köszönhetően jutottam ki Amerikába először, és ott is volt egy divat bemutatónk. Rengeteg helyre eljutottam. Voltam Ausztriában, Olaszországban, Izlandon, Amerikában. És most biztos, hogy van olyan, ami még nem jut eszembe, de ezen kívül még Magyarországon is rengeteg csodaszép helyen járhattam, ahova amúgy nem jutottam volna el. A fotós további céljai közé tartozik egy viharvadászat Észak-Amerikában, valamint szívesen készítene képeket Európa északi felén is. Szekszárd városnapja augusztus 24-25-e. A programsorozatot helyi étkesek, borászok, kézművesek és neves sztárfellépők teszik teljessé a Béla Király téren. Ünnepeljük együtt két napon át a város kulturális értékeit, tehetségeit és sokszínűségét. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!